Az este vendége Szél Bernadett, az LMP társelnöke, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja. Jó estét kívánok! Jó estét a lehet kívánok! Más a politika nyilatkozatétele szólította fel az adóhatóság elnökét, Vida Ildikót, hogy nyilatkozzon, hogy valóban kitiltották-e az Egyesült Államokból, vagy sem, illetve aláírásgyűjtésbe kezdtek egy vizsgálóbizottság összehívása érdekében. Először is Vida Ildikó bármilyen formában reagálta az önök megkeresésére. Egyelőre még nem tudok róla, ugye ez az egész ügy akkor indult el, amikor a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén felvetettem ezt a kérdést Lázár János miniszter úrnak, hogy valamilyen módon kapcsolatba léptek-e már a NAV-val, és megkérdezték tőle, hogy milyen érintettség van benne a szervezeten belül, mert mondom se kell, hogy ez ennek az ügynek a legsúlyosabb része, tehát itt egy korrupciós ügyről kell, hogy beszéljünk, és ráadásul úgy néz ki, hogy ez a NAV irányába mutat. Ugye a sajtóhírekben felmerült az, hogy több NAV-os vezető is érintett lehet ebben a botrányban, és ugye Lázár János azt fejezte ki a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, hogy vette a kérésemet, ezt továbbítja a kormányzat felé. Én udvariasan vártam egy időt, kíváncsi voltam, hogy a kormányzat lépéséről kormányzatnak lesz-e valamilyen lépés ebben az irányban, bár azt is egész abszurdnak gondoltam, hogy nem a nulladik pillanatban, tehát amikor a sajtóban megjelentek ezek a hírek, akkor nem ez volt az első lépés a kormányzat részéről, hogy felhívja a NAV-ot és megkérdezi, hogy tisztelt elnök asszony, tud-e erről, és hogy érintette, vagy kik érintettek. No, mindenesetre ez nem történt meg, Lázár János meghallgatta az én kérdésemet, láthatóan továbbította, mert Varga Mihály úr ma nyilatkozott arról, hogy ő úgy gondolja, hogy nincs érintettség, de azt is elmondta, hogy ő nem kérdezte meg. Most is kérdeztem egyébként a miniszter urat az imént, és azt mondta, hogy van közte és Vida Ildikó között egy olyan megállapodás, hogyha bármilyen lenne, akkor arról Vida Ildikó tájékoztatná őt, nem tette meg. De az is tényleg, hogy Vida Ildikó hallgat és nem cáfol. Hát ugye Vida Ildikót megkeresték a sajtó részéről, újságírók, nem nyilatkozott, de nem cáfolt. Tehát ez pillanatnyilag a magyar emberek adóforintjai fölött örködő intézménynek, a vezetőjének az álláspontja erről az ügyről. Konkrétan az ő neve forog a sajtóban, és azt nem érzékli, hogy egy ilyen esetben, és pontosan a hosszú távú hatások miatt egy nagyon határozott és nagyon konkrét lépésre van szükség, konkrétan az érintettnek, aki a nevét adja ahhoz az intézményhez, a vezetője. Ki kell állni a magyar sajtó elé, és el kell mondani, hogy ő mit gondol erről, ő érintett, nem érintett, illetve hogyha érintett, akkor pontosan mi a vád. Ez azért is nagyon fontos, mert egyedül Vida Ildikónak van erről tudomása, hogy vajon Vida Ildikónak van-e érintettség ebben a kérdésben, vagy nincsen. Ugyanis az amerikaiak teljesen világosá tették azt, hogy a saját törvényeik miatt ők nem fognak konkrét neveket megmondani. Mit gondol, hogy ennek az egész ügynek a hátterében mi áll? Tehát bármit olvasunk, külföldi sajtót is, amerikai sajtót is, mindenhol azt mondják, hogy ez az egész korrupció gyanú, ez csak egy ürügy tulajdonképpen. Hát én csak azt tudom erre mondani, amit eddig is mondtam, hogy ez egy nagyon durva korrupciós ügy Magyarországon, hatalmas a korrupciós kockázat, ez már itt volt régen is, most pedig ez a helyzet egészen brutális. Tehát ugye a Horváth András nevével fémjelzett zöld dosszié nyílt itt ki most, és arra azért emlékszünk bizonyára sokan, akik most nézik az adást, hogy az LMP nem egyszer veselkedett neki, hogy átvigye azt a NAV vizsgáló bizottságot, amely mindig a Fideszen bukott meg, pontosan azért, mert ők azzal érveltek, hogy ugye büntetőeljárások folynak, és addig nem lehet vizsgálóbizottságot csinálni, ami egyszerűen nem igaz, mert pont az lenne a lényeg, hogy megnézzük azt, hogy a politikának az érintettsége az milyen jellegű a NAV-os korrupciókban. Látni kell, hogy itt minden egyes magyar állampolgárt folyamatosan megkárosítanak ebben az országban, ilyen vádak merültek fel. Na most, ha erre az országot vezető kormánynak az az álláspontja, hogy nem kell vizsgálóbizottság, mert van egy ügy, ami folyik, tehát konkrét büntető ügy, de már nem tudom mióta folyik, és még nincs semmi eredmény. Meg ugye volt egy olyan aktus is, hogy egy hétvége alatt átvilágították a NAV-ot. Nyilván ez képtelenség, nem lehet egy ilyen projektet ennyi idő alatt elvégezni, és most pedig, hogy konkrét vádak merülnek föl, és láthatóan estek ki a csontvázak a szekrényből, most a kormány teljesen kataton módon azt ismételgeti, hogy ő nem hajlandó megkérdezni még az államtitkárokat sem arra, hogy érintettek vagy sem, hanem Szijjártó Péter egészen Amerikáig megy, hogy megkérdezze, amire nem fog választ kapni. Tehát ez világosan mutatja, hogy a kormány itt nem azt a képet festi le magáról, hogy ő a korrupciót üldözi, hanem sokkal inkább meg akarja úszni ezt az egészet. De még egyszer arra lennék kíváncsi, hogy Washingtonnak mi lehetett a cél
célja ezzel? Tehát bedobta ezt az információt, hogy itt kitiltottak ugye 6 magyar állampolgárt, nem árulja el, hogy ki, ugye a törvényeik nem is teszik ezt lehetővé, és azért óhatatlanul beleszól egy másik országnak, egy NATO tagállamnak az életébe, az az ország, ahol azért szintén vannak, most nem mentesíti egyik a másikat, de szintén vannak korrupciós ügyek. Örülök, hogy abban egyetértünk, hogy a korrupció az korrupció, de hát itt Magyarországon, itt nekünk a magyar korrupcióval kell foglalkoznunk. Nézd, én nem akarom megkülönni kérdést. Goodfriend úr ugye arról nyilatkozott, hogy a magánszemélyekről lenne szó, akkor nem lenne szükség egy ilyen hivatalos tájékoztatásra, de a hivatalos tájékoztatás pontosan azért történt meg, mert nem magánszemélyekről van szó, hanem vezető állami tisztségviselőkről, olyan emberekről, és akkor itt már áttérek a belügyekre, akiket mi magyar emberek kitüntetett bizalommal ruháztunk fel. Gyakorlatilag, hogyha itt bármi fölmerül probléma, és itt kifejezetten az adófizetők pénzéről beszélek, és a NAV érintettsége a legfájóbb pont jelenleg számunkra, vagy potenciális érintettsége a legfájóbb pont jelenleg számunkra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a kormány teljesen teszett-oszta tehetetlen erőnek az állás erőképét mutatja, mert igazából hát pénteken jelentek meg a hírek, gyakorlatilag most kedd este van, ugyanazt a 3 mondatot ismételgetik. És ezen nem változtat az, hogy kimegy éppen Iránba, vagy még esetleg súlyosbítja a helyzetet diplomáciailag, vagy kimegy éppen Washingtonba. Itt az a felháborító, hogy gyakorlatilag arra nem méltatják az állampolgárokat, hogy egy egyértelmű egyenes választ adjanak, hogy józan parasztészek gondolkodva, tényleg, egy ilyen helyzet van, mi a legelső teendő? Írok e-mailt, hogyha sok emberről van szó, vagy fogom a telefont, ha kevesebbről van szó. Antikorrupciós csomagot nyújtanak be az országgyűlés elé, ennek melyek lesznek a részei, mit tartalmaznak majd? Minden olyan törvényjavaslatot be fogunk adni, amit az elmúlt években azért nyújtottunk be az országgyűlés elé, hogy a korrupciós nyomást csökkentsük ebben az országban. Most ezt ismételten megtesszük, a helyzet ezt most indokolja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.